Készült Mályi község önkormányzata megbízásából, a Széchenyi 20-20 támogatásával. Lezárult Mályi község két önkormányzati intézményének energetikai fejlesztése. A beruházásokat november 28-án adták át. Mályi község önkormányzata 2015. augusztusában pályázatot nyújtott be Mályi község önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése címmel. A 100%-os támogatottságú Európai Uniós projekt keretében az önkormányzat több mint 127,5 millió forint támogatást nyert el. A korszerűsítés a Móra Ferenc általános iskola és a polgármesteri hivatal épületét érintette. A beruházás keretében megtörtént az épületek külső homlokzatának teljes hőszigetelése, az ingatlanok tetőterének szigetelése, valamint kicserélték a két épület összes nyílászáróját. A beruházás november 28-ai átadó ünnepségén elsőként a település polgármestere Viszokai István foglalta össze a beruházás tartalmát, majd Tálai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. A beszédek sorát az oktatási intézmény igazgatónőjének, Bittó Dezsőnének köszöntője zárta. Az ünnepség zárásaként az iskola diákjainak műsorát követően Tálai András miniszterhelyettes, Viszokai István polgármester és Bittó Dezsőné igazgatónő ünnepélyes keretek között a nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadta a megújult épületet, a megvalósult beruházást. Készült Mályi község önkormányzata megbízásából, a Széchenyi 20-20 támogatásával.